Evél a reggeli szerkléje. Üdvözlöm azokat, akik a videó cím ellenére is megtisztelnek azzal, hogy meghallgatnak. Ez nem hangos könyv, nem valaki más írása, ez én vagyok. Belőlem Evilából egy kis szeletke. Evila. Így ismernek az internet világában második nevem ékezet nélküli megfelelője után. Akik ismernek a Facebookon, az Instagramon, talán akad egy-két ilyen megátalkodott, azok talán tudják, hogy a valódi nevem Juhász Szünde és Éva is, így lettem Evila. Hogy mi a reggeli szerklim? Pár percet vesz igénybe, de én már hónapok óta ez szerint élek. Bármilyen korai időpontra is van beállítva a telefonom ébresztője. Szerencsére ritkán veszem igénybe, mert előbb felébredek és leállítom. Ilyenkor még félálomban kezdem a szerkli első részét. Hálát adok, és megköszönöm. Aki spirituális téren járatos, egy kicsit óhatatlanul beleütközött már ebbe a kifejezésbe. Adj hálát! Mert hallom is a szkeptikusokat. Hálát? Ugyan miért? Nincs miért? Nincs? Ilyenkor készítek magamban egy kis leltárt. Személyes, csak az enyém, de talán megértik, mire is gondolok. Sorolhatnám akár perceken keresztül, hogy mim nincs. Helyette inkább lajstromba veszem azt, amim van. Van hol aludnom, ágyban ébredek, nem egy padon. Voltak az életemnek olyan időszakai, amikor még ez is eshetőség volt. Van egy élettársam, akire mindig számíthatok, egy cicám, aki éjfélkor jön és szól, hogy ideje lenne már aludni, ne gépezzek annyit. Általában pontos, 2-3 percet csúszik, de éjfél körül mindig várható. Akik hallották a szilveszteri külön számomat, már ismerik. Szeretek és szeretnek. Egészséges vagyok, a kisebb ilyen-olyan, jaj, itt fáj, jaj, ott fájok, nem számítanak. Gondolatban végigveszem a vannyaimat, és mellé sorolom, amit szeretnék. Egy példa, hogy érthető legyen. A párom betegeskedik, és én gondolatban hálát érzek, hogy meggyógyult, és egészséges, és megköszönöm. Pár nap múlva azt hallottam tőle, hogy sokkal jobban érzi magát, mivel velem együtt ő is gyógyszerellenes, gyógyulásának talán egy picit részese vagyok. Mielőtt folytatnám a szerklim második részével, 3 percet elhallgatok. Jöhet a lista.
Szerkli 2.0, szintén még az ágyban. Miután megadtam a lelkemnek az indító löketet, következik a test. Csak egy pár perces átmozgatás, hogy az izületeim is felébredjenek. Én itt csinálom, ha gondolják, tartsanak velem. Felváltva kinyújtóztatom előbb a jobb, majd a bal lábamat 5-ször, felébresztve a csípő izületeket. 1, 2, 3, 4, 5, 5. A két lábam talpra húzom, és a jobb lábam a bal térdemre teszem, és 5 körzést végzek kifelé, majd az ellenkező irányban ugyanennyit. 1, 2, 3, 4, 5, majd jobb lábbal az ellenkező irányba folytatom. 1, 2, 3, 4, 5. Lábtartás csere, bal lábam a jobb térden, és 1, 2, 3, 4 és 5. A két lábam egymás mellé rakom, térdekbe hajlítva. Most megint a csípőizület következik, szintén 5-ször, mindkét irányban. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 és 5, 5. Most jön a vállizület. Felváltva vonogatom a vállam, szintén 5-ször. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Jön a kar és a csukló. Még fekve kinyújtom mind a két karomat, és felváltva körzök a csuklómmal mindkét irányban. 1, 2, 3, 4, 5, majd az ellenkező irányba. 1, 2, 3, 4, 5. Majd mindkét karom kinyújtóztatom felváltva szintén 5-ször, jobb kar, bal kar. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Ha ezen meg vagyok, behajlítom a karjaimat, és átfogom a vállamat, szeretem egy kicsit magam, megérdemlem. Megérdemeljük. Ezek után elérkeztünk a nyakhoz. A torkómat, a nyakamat is megfeszítve, benyomom a párnába, és 5-ig számolok. 1, 2, 3, 4, 5. Majd jobbra fordítom a fejem, a nyakizmokat megfeszítve, és szintén 5-ig számolok. 1, 2, 3, 4 és 5. Majd ugyanezt a bal oldalra. 1, 2, 3, 4, 5. Ennyi elég, hogy beinduljon a reggeli gépezet, de bátran hozzá lehet gondolni még gyakorlatokat. Aki eddig velem tartott, figyeljen a testére, jerezni fog, hogy mit szeretne még. Én szoktam még, szintén az ágyban, különböző gyújtó gyakorlatokat végezni, de az mindig változik, az állandóak azok, amiket itt felsoroltam. Ez a reggelenkénti két szerkli alig 10 percet vesz igénybe, de ennyit úgy döntöttem, megérek magamnak, még akkor is, ha a telefon munkanapokon reggel 5-kor ébresztene. Gondolom, akiknek ez a pár perc kivert a biztosítékot, az már régen nem hallgat. De akik esetleg eddig eljutottak, kérem tartsanak velem. Köszönöm. Erőt, egészséget!